Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit! Határidőre elkészül a Bátaszéki Agrárlogisztikai Központ, bár az időjárás és a koronavírus járvány is hátráltatta az építőket, az előre meghatározott időpontig átadják a létesítményt. Ez Bátaszék történetének első olyan beruházása, mely az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően munkahelyteremtő szándékkal épült. Alapvetően két elképzelés volt, ha is amennyiben egy további bővítéssel hozzá lehetne csatolni olyan épületet és olyan technológiát, ami további személyzet foglalkoztatására legyen alkalmas, akkor így ebben az irányban, vagy függőleges irányban itt lehetne kialakítani további vizes blokkokat, ahhoz is öltözőket, illetve a keleti oldalon pedig amennyiben szükséges irodák, további irodák is kialakíthatók. Ez egyelőre még várat magára, hiszen a további betelepülőkkel még tárgyalási szakaszban van az önkormányzat. Az Agrárlogisztikai Központ Bátaszék történetében különleges helyet foglal el, mondja Bozsodik Róbert polgármester. Erre még nem volt példa a város újkori történelmében, hogy önkormányzati beruházásban munkahelyteremtés és vállalkozás élénkítés történjen meg. Ugye a megyei önkormányzaton keresztül toppályázatból 550 millió forintot nyertünk ennek a projektnek a megvalósításához, és hát izgatottan várjuk a végét mi is, ugye, mert az építkezés ugyan be fog fejeződni, ezt követően kezdődnek az engedélyezési eljárások, hiszen ezt a létesítményt mind építészeti szempontból, mind pedig üzemeltetési szempontból át kell venni, és a különböző hatóságoknak nyilatkozni kell, hogy ez úgy készült el, hogy a tervekben meg van állodva, és alkalmas lesz annak a feladatnak az elvégzésére, amit gondoltunk. És kezdődik az érdemi, olyan értelemben érdemi munkavégzés, hogy üzemeltetni kell. A város erre már megkötötte korábban a szerződését, így az üzemeltetővel mi folyamatosan kapcsolatban is vagyunk, annak érdekében, hogy közvetett módon segítsük az ő tevékenységét, hogy minél hamarabb találja meg azokat a partnereket, akik igénybe tudják venni majd a logisztikai központnak a szolgáltatását. Ezen a területen is jó úton járunk. Úgy tűnik, hogy már van érdeklődés, sőt már konkrét megállapodások is születtek annak érdekében, hogy minél gyorsabban be tudjon népesedni az agrárlogisztikai központ. Az 1500 négyzetméter alapterületű csarnok a kiszolgáló egységek mellett hűtőházi kapacitással is rendelkezik, így lehetőséget kínál a környékben élő termelők számára a beszállításra. A műtárgy kivitelezője az S+T Studio Kft., akik az időjárás mellett a koronavírus okozta nehézségekkel is megküzdöttek. Készjelentettük a beruházást, és ki van tűzve a műszaki átadás április 30-án 10 órára. Hát jelenleg a befejező szakszeripari munkák folynak, szerelvényezések, festőbefejező munkák, esztétikai szépítgetések, feliratozások, tehát parkosítást folytatjuk kint, hál' Istennek az időjárás is kedvező a munkákhoz. Úgyhogy azt mondom, hogy feszítetten ugyan most, ez az utolsó két hónap, ez nehezebb volt így ebben a vírusos időszakban, tehát azért kapacitásoknál jelentkeztek problémák. Egyrészt a munkaerő folyamatos biztosításában is, de azoknál a termékeknél, ahol külföldi gyártók voltak a beszállítók, ott jelentős csúszások történtek a termékbiztosításnál. Hát ebből, ami még most is izgalmassá teszi a kérdést, az a szekcionált kapuknak a szállítása. Az ipari kapuk estek abba a szállítási problémába, hogy itt most már több mint egy hónapos a szállításnak a csúszása. 27-én rakják kamionba a termékeket, és véletlenül 29-én érkezik, tehát 30-án az átadás időpontjára lesznek beszerelve itt a dokkoló és a csarnokoknak az ipari kapui, de összességében összefog állni, ami a kezdés volt egy kicsit hosszabb, hiszen egyrészt egy közbeszerzési jóváhagyatást kellett végrehajtani, aminek már volt majd egy hónapos időigénye. Aztán a régészeti feltárás volt az, amit még szintén el kellett itt végezni
a csarnoknak a helyén. Ez vezetett oda, hogy tulajdonképpen április 30 lett a határidő, a régészeti feltárás idejével hosszabbodott meg. Az üzemeltető és a város vezetése folyamatos tárgyalásokat folytat az agrárlogisztikai központ kihasználására és a lehetséges bővítésre. Az elkészült hűtőház berendezései jelen állapotban úgynevezett pluszos hűtőkkel vannak felszerelve, de alkalmassá tehetők fagyasztást követelő termékek fogadására is, így számos termelő számára jelenthet piaci lehetőség bővülést a szolgáltatás, és eredményezheti a központ további kapacitásának bővítését is. 2000 szájmaszkot varratott Bátaszék városa egy helyi céggel, ezzel biztosítva a munkaerő megtartását. A maszkokat a városban élő idősek és az érettségizők kapják. Köszönjük szépen! Ilyen kettes csomagolásban van. Jó. Mosható, fertőtleníthető, masalható. Jó. Szájmaszkok érkeznek a második Géza gimnáziumba. A város vezetése ezzel kíván hozzájárulni az érettségi zavartalan lebonyolításához. Sümegi József igazgató azt mondja, fel vannak készülve a vizsgákra. Tanulóknak a kiértesítése az épp most van folyamatban. Magának az épületnek a fertőtlenítése megtörtént, tehát ezt takarítók elvégezték. Én úgy gondolom, a vizsgabeosztás megtörtént, én azt gondolom, hogy minden feltétel rendelkezésre áll ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk megszervezni az érettségi vizsgákat. 5 teremben fogunk érettségiztetni, ez azt jelenti, hogy egy teremben 5 diák fog ülni, tehát így bőven 2 méternél is több távolság lesz közöttük. Szájmaszkokat használunk, illetve úgy osztottuk, vagy úgy beszéltük meg most a takarítókkal is, hogy ahogyan például a WC-re kimennek, mindenki után fertőtlenítve lesznek a mosdók is. Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk az érettségit lebonyolítók egészségének védelméhez is hozzájárulni, ezért a II. Géza gimnázium végzős tanulóinak, illetve az érettségit lebonyolító tanároknak is biztosítunk szájmaszkot, ezzel kívánva nekik sikeres érettségit is, és természetesen, hogy a védekezést is szolgáljuk vele. Eközben a polgármesteri hivatalban az idősek számára csomagolják a védőfelszereléseket. A város egy helyi vállalkozást keresett meg arra, hogy 2000 maszkot készítsen el. Mind az országra, mind pedig minden települési önkormányzatra igen komoly feladatot ró most a veszélyhelyzetben történő feladatellátás, és mi is a magunk módján mindent megpróbálunk megtenni annak érdekében, hogy a város lakóit segítsük, illetve próbáljunk olyan intézkedéseket hozni, amely a járványnak a továbbterjedését gátolja. Ezért született meg az a döntés, hogy minden 65 év feletti bátaszéki állampolgár számára 2 darab szájmaszkot biztosít a város önkormányzata térítésmentesen. Bízunk benne, hogy ezzel is hozzá tudunk járulni a járványnak a csökkentéséhez, vagy továbbterjedésének a csökkentéséhez. Az elkövetkezendő napokban mindenkinek a postaládájába, minden érintettnek a postaládájába bekerül ez a szájmaszk. Továbbiakban is azt mondjuk az idős polgárainknak, hogy amennyiben nincsen nagyon-nagyon sürgős tennivalójuk, lehetőség szerint maradjanak otthon, de ha mégis el kell hagyják az otthonukat, akkor használják az önkormányzat által rendelkezésre bocsátott szájmaszkot, mind közterületen, mind pedig az üzletek látogatása során, mert ők így tudnak hozzájárulni a védekezéshez és a járvány tovább terjedésének megakadályozásához. Mindenképpen segíteni szerettünk volna helyi vállalkozásokon, hiszen egy olyan varrodától vásároltuk meg a maszkokat, akik Bátaszéken dolgoznak, Bátaszékre fizetik az iparőrzési adójukat, és bátaszéki embereket foglalkoztatnak. Ezzel is próbáljuk egy kicsit a vállalkozásukat stabilizálni. A maszkok napokon belül eljutnak a bátaszéki idősekhez. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, amennyiben további védőfelszerelésekre lenne szükség, ezeket a helyi varrodákban megvaratja a város. Enyhít a koronavírus járvány miatt bevezetett szigorításokon a bátaszéki közös önkormányzat. A döntés értelmében azokban az ügyekben, melyekhez szükséges a hivatalos személy előtti aláírás, a jövőben újra megindítja a hivatal. A döntés elsősorban az agyankönyvi ügyek intézésében jelent változást. A koronavírus járvány kirobbanásakor a bátaszéki önkormányzati hivatal működésében is jelentős változások álltak be. Az ügyintézés szigorú keretek között folyt, a mai napig az előadók home office-ban látják el a munkájukat.
Az idő elérkezett a szigorítás lassú enyhítésére, így az eddigi szabályok helyett néhány esetben újak lépnek érvénybe. Most már körülbelül egy hónapja álltunk át az otthoni munkavégzésre. Elmondható, hogy megfelelően működik ebben a formában is a hivatal. A portaszolgálat folyamatosan működik, a nyomtatványok ott elérhetők az ügyfelek számára, úgyhogy az ügyfelek ügyeit is, illetve az egyéb feladatokat is megfelelően ellátta a hivatal ebben az időszakban. Tekintettel arra, hogy előre nem látható, hogy mennyi ideig tart még a jelenlegi veszélyhelyzet, ettől a héttől egyfajta változtatásra álltunk át a személyes ügyintézés kapcsán. Eddig is személyesen lehetett intézni azokat az anyakönyvi ügyeket, amik halálesettel kapcsolatos anyakönyvezés, viszont ettől a héttől már lehetővé tesszük új házasságnak a bejelentését, illetve a teljes hatályú apa elismerő nyilatkozat felvételét is. Az anyakönyvvezetőnkkel előre egyeztetett időpontban kerül sor ezeknek a bonyolítására. Az 590-504-es telefonszámon érhető el, ezzel kapcsolatban egy felhívást is közzétettünk a honlapon, ahol az ügyfelek ezt megtekinthetik, ezt a telefonszámot, és az egyeztetett időpontban ezeket az eseményeket fel lehet venni. Ezáltal az esküvők megtartását az eddigi időszakban is azért biztosítottuk, de az újakat, ha most felvesztük, akkor innentől is biztosítani fogjuk, szűk családi körben tesszük lehetővé, tehát a házasulandók, két tanú, a házasulandók szülei, esetleg testvérei részt vehetnek ezeken az eseményeken. Úgy határoztuk meg, hogy ezeket az eseményeket maximum 15 fő részvételével tudjuk biztosítani. Eddig is a személyes ügyintézés még biztosítva volt, és a jövőben is biztosítva lesz a földkifüggesztési eljárások során, aki elfogadó jognyilatkozatot akar tenni, az természetesen megteheti. Az 590-501-es telefonszámon kell időpontot egyeztetni az igazgatási ügyintézővel. A változás tehát azt jelenti, hogy minden olyan eseményt, melyhez a hivatal személyes részvétele szükséges, mostantól az előre egyeztetett időpontban meg lehet tenni. A változások előidézője az a kormányzati felhívás volt, melyben kérték az önkormányzatokat, tegyék lehetővé az ilyen típusú ügyek lebonyolítását. Erre reagálva lépett a bátaszéki közös önkormányzat. Egy sor viszontagságot megért óra pihen a bátaszéki tájház székely gyűjteményében. Az egyedülálló szerkezetet Péter András helyi mester újította fel. Az óra eredetiét még a háború előtt készítették Székelyföldön, ám az végleg eltűnt. Így a bátaszékiek órája valóban kimagasló kulturális érték. Ennek a könyvnek jelentős szerepe van abban, hogy ez a különleges és egyedülálló óra Magyarországra került. Ez az ipari és népművészeti remekmű ugyanis egy kötet szegedi bemutatójára készült még a háború előtt. A könyv szerzője az a német Kálmán, aki a történetírás szerint a székely falvak lakóinak a körében elhintette a hazaköltözés gondolatát. Visszatérve az órára, ez egy másolata a már nem létező eredeti Erdélyben megalkotott időmérőeszköznek. Ez az óra a háború viharait a Szegedi Múzeum pincéjében élt át, igen rossz állapotban. Ám volt egy ember, aki felkutatta. Volt egy nagy dorogi, valamikor bátaszéki, Szabó Aladár nevű ember, aki nem ismert lehetetlent. Ebbe térbe, ahol ő, hát végül is józsefalvi székely ember. Ő volt a Kálmánnak, a óra készítőjének a kántora. Még itt Bátaszéken is. És ő volt az, aki felkutatta az órát, mert senki se tudott róla. Tudták azt, hogy valahol ott van Szeged környékén, vagy Szegeden, de egyszerűen nem engedték a közelébe, nem adtak rá lehetőséget, és nem segítettek neki, hogy meglegyen az óra, megmutassák. És olyan volt, hogy ő nem ismert lehetetlent, ezért mondtam az előbb, hogy ha az ajtón kizavarták, az ablakon visszaszökött. És ő 5 alkalommal volt lent, én 2-szer voltam lent vele, hogy na hozzuk el. Először nem adták oda, arra hivatkoztak, hogy nincsen a múzeum igazgató bent. Ők meg nem adhatják oda. De még csak meg sem mutatták, hanem amikor
ő minden héten háromszor telefonált. Gondolom, meg is unták a múzeum dolgozói, és akkor egy alkalommal, amikor felkereste őket telefonon, akkor megígérték, hogy menjünk le, és odaadják az órát. Így került az óra Péter András bátaszéki mester kezébe, aki az eredetiről készült képek alapján restaurálta az igencsak rossz állapotban lévő szerkezetet. Hát én kétségbe estem, amikor megláttam lenne a pincébe, hogy milyen körülmények között tárolták, tartották, és hogy fele van meg. Hát nem volt meg más, csak az óra szerkezet és ez a váz. Elkezdtünk kutakodni, sorra jártunk nem tudom hány idős székelyembert, családot, akiknél még fotók voltak. Tehát találtunk egy-két olyan fotót, ami megmutatta, hogy eredetileg hogy nézett ki. Több mint 160 órát, olyan 160, még fel a könyvelésemben benne is van, ugyan ott úgy van oda vésve, hogy TM, tehát társadalmi munka. És én körülbelül mondom 160-165 órát dolgoztam rajta, mire ebben az állapotban vissza tudtuk tenni. És az volt a lényeg, hogy nem kell az órának járni, mert végül is ez eredetileg se arra készült, hogy járó képes időt mutasson. Habár mutatja az órát is, meg mutatja, tehát megy is. A zimba jár szépen, úgyhogy csak az, hogy most már megint olyan állapotba került, hogy ott lehet látni, hogy a szobrok is kidültek, kiesnek, most ráférne egy tatarozás, egy kis felújítás megint. A legfontosabb része maga az albumban is benne van, az óra szerkezet. A fogaskerekekkel, a súlyokkal, mert végül is a súlyok biztosítják a rugó helyet. Tehát nincs rugó, ebben az egészben egyetlen szög, egyetlen csavar nincsen. Ez minden ragasztott és fatiplikkel van összeillesztve, összerakva. Például olyan, hogy itt van hátul, ez is hiányzott róla, ez végül is egy szilafon. A felső tengelyen már annak idején, amikor feltataroztam, nem raktam vissza a bütyköket, mert ahhoz már zenésznek is kellett volna lennem, hogy a bütyköket csak úgy lehet berakni, tehát befúrni, betenni, hogy az olyan hangon szólaljon meg, és azt a dallamot adja le, ami kell. Ez 2005-ben volt, számtalan órást megkerestem. A bajai órásoktól kezdve a szekszárdiakig mind sorba jártam, hogy jöjjenek, segítsenek valamit rajta, hogy tökéletesen menjen. Minden órában, minden negyed órára előjött egy kép, egy ilyen faragvány. És a másik, ami végül is fontos volt, hogy minden órában a galambok kijöttek. Tehát maga úgy működött az óra, hogy óránként kijöttek a galambok és kakukkoltak. De hát azt sajnos már nem tudtuk annyira visszaállítani. De mondom, még a teteje is hiányzott, tehát nem is tudtam, hogy milyen tetőt tenni rá. Milyen volt az eredeti teteje, mert a fényképeken, amik összetudtunk kutatni, keresni, mindegyik úgy volt fényképezve, hogy idáig. Tehát a tető nem volt rajta. Ezt a tetőt végül is ezt találtam legjobb megoldásnak, mert tudtam azt, hogy zsindely volt. Tehát ilyen fa cserepes zsindely volt a tető. Mert egy képen találtam egy olyant, hogy az első sor rajta volt a képen. És abból ki kellett következtetni, hogy milyen legyen. Milyen volt. De végül is annyira sikerült, hogy utána előkerült egy eredeti fénykép, olyan, amin a tető is rajta van.
És akkor azt mondtam, hogy András nem csináltál rosszat. Szóval direkt meglepő volt, hogy annyira eredetibe vissza tudtam tenni. A mutatókon is lehet látni, a betűkön, a számokon lehet látni, melyik az új. Hát ezekből talán nem is volt meg egy se. Mind le volt esve, innen le voltak, és akkor ezeket mind újra kellett csinálni. A legnagyobb munka a lánc, ennek a láncnak a újra csinálása, mert egy darab se volt meg benne. Nem is tudtuk, hogy mivel húzták föl, hogyan működött. És akkor találtunk egy olyan fényképet, amin lehetett látni a láncszemeket. És akkor azt mondtam, hogy ez nem más, mint egy olyan, mint a motorkerékpárnak a lánca. Csak erősebb, vastagabb és fából van. De hát azt is ki kellett találni, ugye, mert a vezető fogaskerék, ha csak egy fél millimétert vagy egy milliméterrel más volt a láncszem, már a 10., 15. láncszemnél már fölvitte a meghúzó tengelyre. És volt olyan, hogy mit tudom, én két napig ezen kísérleteztem, hogy milyen távolságra legyenek a lukak, mekkora ívet szabad hagyni neki, milyen távolságra legyenek a szemek. Még most is otthon a műhelyben megvan egy kis ilyen veszőkosárba a maradékok, amin kikísérleteztem, hogy ez kell, és így most jó. Így végül is így lehetett használni. Most még ezt kell megcsinálni, hogy ez is ugye itt van, valaki hozzányúlt, kitörtek egy darabot belőle, most majd vissza el kell vinnem, és meg kell csinálnom, hogy visszaállítani eredetibe, mert hát azért így nem maradjon. Az óra eredetének elkészítője Székely András volt, aki most már csak ezen a képen, de büszkeséggel őrzi a bátaszéki tájház demek művét. Péter András pedig arra készül, hogy újra felújítja ezt a páratlan szerkezetet. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!